Rendben, elkezdődött a tanítás az iskolákban mától, már néhány kivételtől eltekintve csak azok a pedagógusok oktathatnak, akik be vannak oltva. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának összesítése szerint az állami iskolákban a tanárok döntő többsége megkapta a vakcinát, a pedagógusoknak mindössze az 1%-a nem vette fel az oltást, ők akkor térhetnek vissza az iskolákba, ha beadatják az injekciót. Az év első tanítási napjára érkeztek a diákok hétfőn reggel ebbe a pécsi gimnáziumba. A tanulók többsége készfertőtlenítés után lépett be az iskola épületébe. A folyosókon maszkot kell viselni, de mivel a tanulók többsége be van oltva, az órákon nem tették kötelezővé az orrot és szájat eltakaró maszk használatát, ez pedig némi könnyebbséget jelent az iskolásoknak. A legelején természetesen ez zavart mindenkit, de szerintem mindenki, aki racionálisan gondolkodik, az elfogadta ezt, és hát most sajnos így kell élnünk, de remélhetőleg vége lesz nem sokára ennek. Az őszi kormánydöntés alapján január 3-ától fizetés nélküli szabadságon lesz az a foglalkoztatott, aki december 30-áig nem vette fel az oltást. A pécsi Lővei Klára gimnáziumban ez nem okozott problémát, zavartalanul kezdődött újra a tanítás. 60 tanárról beszélhetünk, és mindannyian felvették az oltást, illetve akik nem, azoknak orvosi igazolásuk van, tehát ezért egy tanár sem esett ki. Elindult a tanítás ebben a soproni iskolában is. A diákok sorban érkeznek a reggeli iskola kezdésre, és már szinte rutinszerűen az utcán felveszik a maszkot. Az intézmény dolgozóinak 98%-a felvette a koronavírus elleni védőoltást, de ettől függetlenül itt a tanórákon is kötelező a maszk használata és a készfertőtlenítés is. Az iskola vezetése már a téli szünetben készült az első tanítási napra. Most, amikor befejeztük nálunk, december 21-e volt az utolsó tanítási nap, akkor másnap 22-én egy alapos takarításba kezdtünk és fertőtlenítésbe, és most sikerült a karácsonyi szünet idejére teljesen lezárnunk az iskolát. Az eddigi adatok alapján a tanárok többsége beoltatta magát, akik nem, a minisztertől kérhettek felmentést. A kormány továbbra is az oltás alapú védekezést tartja a leghatékonyabbnak. A pedagógusok oltása pedig kiemelten fontos, hiszen sok emberrel találkoznak, gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, ezért az oltásuk a saját egészségük és mások védelme miatt is fontos. Méltányosság alapján miniszter úr tud felmentést adni bizonyos méltányolható okok miatt, akár lehet ez egészségügyi, lehet ez esetleg magas ellenanyagszint, vagy lehetséges az is, hogy valaki nagyon közel van a nyugdíjhoz, egy-két hónap van hátra, és így méltányosságból kaphat felmentést ezek alapján. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében arról tájékoztatott, hogy az állami fenntartású iskolákban a 78 ezer pedagógusból 94%-a már felvette az oltást. 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% pedig betegállományban van, illetve vár a mentesítési kérelme elbírálására. A tárca hozzátette, a pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolákba, ezért őket kérik és javasolják nekik, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel.